Ha más a véleményem, akkor már fenyegetek üvöltözve. A saját honfitársaim azt üzeni, kellett venni külföldre. Nos, üdvözlök mindenkit. A közelmúltban egy nagyon érdekes esemény következett be, ami szerintem zseniálisan azért több figyelmet igényelne, mint amennyit kapott. Neveletesen, hogy ugye adott egy rapper, a Fantasztikus, és alapvetően a Fantasztikus az azt mondta, hogy nagyon problémásnak találja azt, hogy gyakorlatilag az NK-on belül ugye egy klik osztja a pénzeket, és egyébként a rapperek között is, tehát a NER ugye a magyar rapbe is sikeresen beférkőzött, és gyakorlatilag ugye ez úgy működik, hogy ledobnak 400-500 milliót, és kiosztogatják ugye egymás között, és aztán utána a emiatt azt is állítja Fantasztikus, hogy a szövegeik is gyakorlatilag ilyen gyengébbek, kevésbé kritikusak, ilyen balfasz szövegeket nyomnak. Na most ez szerintem nagyon-nagyon érdekes, és nagyon hasznos a kritikája, és nagyon-nagyon fontos. És alapvetően végig gondolandó. Na most, tehát nézzük meg két elemét. Az egyik eleme az állításának az, hogy gyakorlatilag ilyen létrejött egy ilyen NER hip-hop, vagy NER rap. Én azt gondolom, hogy ezt mindenhol láthatjuk, tehát az élet minden területén. Ez egyébként a tudományosságon belül is igaz. Tehát, hogyha megnézzük a magas tudományt, ami nagyon-nagyon sokat gondol magáról, ott is létrejött szépen csendesen egy ilyen dadaista, bugyuta, a lényeggel nem igazán foglalkozó, olyan tényleg az elefántot figyelem, ugye ott van a teremben, de nem veszik figyelembe, tehát, hogy kerülgetjük itt, és akkor hát nem is beszélünk róla. Mert a jogászok között ilyen az, hogy Magyarország már rég nem jogállam, nem? Tehát föl lehetne ébredni, nem kéne úgy csinálni, mintha az lenne. De hogy gyakorlatilag máshol is ugye ezt látjuk, létrejött egy ilyen megalkuvó társadalmi közeg, és az egyes közegek is így működnek. És szerintem ilyen értelemben nagyon fontos az, amit mond, ugye neki közvetlen közelről is ugye látta, hogy ez hogyan működik, tehát a testvérén keresztül, hogy hogyan csinálta ki a NER, illetve a Fidesz, illetve aztán látja nap, mint nap. Na most ami nagyon érdekes az, hogy valamiért a magyar repzenében, és ezt egyébként mindegyik, nagyjából így mondjuk nem mindegyik, de mondjuk 90%-ára az előadóknak el lehet mondani, de azt látjuk, hogy teljesen semmit mondó az, amit csinálnak. Vannak ilyen ultra mainstream előadók, és nem feltétlenül ez nekik szól, tehát mit tudom én, a Majka Curtis, vagy nem tudom, az Animal Cannibals például, igen, hát ők gyakorlatilag ebből akarnak élni. Az utóbbiakról mindig lehetett látni, hogy valami végtelen destruktív, unalmas, gagyi, ilyen rihi-röhi szart csinálnak. Nem érdekes, igazából sosem volt érdekes az, hogy valamikor régen Filalab Jam-et szerveztek, oké, na is. Tehát, de azt látom, hogy underground szinten is ez működik. Tehát azok, akik szépen csendesen följönnek a magyar rap zenében, minthogyha nem lenne mondani valójuk. Tehát nézzük meg bármelyik csapatot, a Fantasztikus a Blues Brothers-ba szállt bele. Szerintem az régebben még egy-két srácnak tényleg volt a környezetéről, meg arról a társadalomról, amiben él mondani valója. Most már semmi. Tehát gyakorlatilag megnézel egy számot a jelentős részétől, és ezek arról szólnak, hogy én mennyire nagy vagyok, te semmi nem vagy, de én mennyire nagy vagyok, ráadásul még azt se tudjuk meg, hogy ki az a te. Tehát ilyen légboxolás, ilyen idő, nagyon kemények, mi vagyunk a legkeményebbek. A csapat jelentős része a magyar ebben ilyen. De ugyanez egyébként más-más csoportoknál is, tehát mint én kriminál, nézzük meg, valaha volt-e bármilyen szociokritikusabb szövegük, bármi, ami egyébként érdemi és a társadalomról szól. Nem tudom, tényleg, mint NKS, nézzük meg, hogy mit csinálnak, vagy mit nem. Egyébként tényleg az egyenként a hőseit ennek a közegnek végig vesszük. Ugyanez mondjuk a Kezdet fiai, nem arról van szó, én ezeket egyébként egy csomószor elhallgatgatom, de gyerekek, hát tényleg ennyire nincsen véleményetek arról, hogy mi zajlik egy társadalomban körülöttetek. És ez azért nagyon-nagyon érdekes, mert alapvetően lehet bumburnyák hülye zenének tartani a rap zenét, vagy ne tényleg följön ez sem, úristen. Tényleg, tehát nagyjából arról szól az is, én keményen állok, ti nem álltok keményen, én keményen állok. Erről szól az egész magyar underground rap.
Tehát valamilyen nagyon primitív. Tehát amikor még az általam kedvelt Mike-nek is gyakorlatilag elkezdi a fantasztikust fikázni, és gyakorlatilag abban a szerencsétlen számban nincsen egy értelmes mondat, hogy most mégis mi a bajod ilyenekért beszólogatni, hogy nem tudom, hogy mit tudom én, moly lepke, milyen név. Ez hát szerintem tényleg szánalmas. Meg lehetett volna védeni magad jól. Ez nem az. Tehát gyakorlatilag valahogyan az van, hogy adott egy ilyen közeg, ami egy ilyen végtelen bumburnyák, semmit mondó, kilúgozott szövegkultúráról szól. Tehát szerintem az autoriter társadalmakban ilyen gyakorlatilag, ilyenek ezek a szubkultúrák is nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor. Ugye ez arról szól, hogy létrejönnek különböző ilyen szigetek, én ezt az underground életben már korábban is láttam, ezek egyenként elkezdik tisztelni a maguk embereit ilyen szentként, nem? De tényleg, tehát, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen 20-30 éves gyerekek, és akkor úgy mászkálnak, hogy én vagyok a legnagyobb, és akkor mindenki elhiszi, ott vannak ezek a szerencsétlen rajongók százan, ezren, és akkor azt gondolják, hogy ő a legnagyobb, és innentől kezdve végtelenül ilyen, vagy tiszteled ezt a szerencsétlen kerekfejű, vagy pedig gyakorlatilag, és ezt nem egy embernek címzem, hanem nagyon sokaknak, tehát félre ne értsen, nem rá gondolok itt, vagy rá. Tehát vagy elkezdett tisztelni, és akkor azt mondod, hogy hát igen, ő a legnagyobb, ilyen teljesen ilyen diktatúrákra jellemző tekintélytisztelettel, vagy pedig gyakorlatilag nem fogsz semmilyen teret kapni. Tehát, és ebben nagyon is igaza van fantasztikusnak. Na most ez azért, abban viszont nincsen, ugye azt mondja, hogy ezt a NER szülte, tehát azt mondja, hogy a NER miatt van az, hogy ez az egész helyzet kialakult. Tehát, hogy jön sok millió onnan, elkezdik fizetni a saját embereiket, és gyakorlatilag emiatt alakul ez ki. Szerintem nem emiatt alakul ki. Szerintem van egy, tehát előbb volt az autoriter társadalom, ezek a beidegződések, az, hogy senki nem mondja meg ezeknek, hogy tehát figyelj, egy átlagos gyerek vagy, ne játszd az eszedet, bazd meg. De tényleg, hanem mindenki azonnal így, hát igen, ő jött meg, igen, ismerik 50-en, nagyon nagy ember. És gyakorlatilag előbb volt szerintem az, hogy elkezdődött ez a keménykedős elem, és gyakorlatilag ez együtt jár a tartalmi nélküliséggel. Ami azért érdekes, mert ugye maga a zene, az nem ilyen. Tehát nézzük meg mondjuk egy Kendrick Lamart az új időkben is, tehát nem csak, most sem csak gagyi, dadogós repzenét csinálnak. De régi időkben is, hát mennyi szociokritika van ezekben a számokban, bármelyikben, és itt nem arról van szó, hogy direkt politizálni kellene, srácok, hanem arról, hogy egyáltalán bármit a világról elmondjál, és az ne egy ilyen dadaista szarszöveg legyen, és ne is mondjuk, tehát nem kell feltétlenül direkt politizálni. Van a fantasztikus, van a Boba Fett, akit kedvelek, vannak páran, a Dénes, a mit tudom én, a Krubi, stb. Vannak, akik politizálnak, értem én. De gyakorlatilag az, hogy mondjuk itt volt például egy ilyen rasszista plakátkampány, igaz? Tehát egy ilyen uszító mocsokság a Fidesz részéről. Senki nem reflektált rá. Tehát egy olyan közegben, ami elvileg az antirasszizmusról szólna, ami elvileg arról szól, hogy kisebbségben ellenállunk, stb. Senkinek egy kibaszott mondata nem volt arról, ami körülöttünk zajlik a világban. És akkor utána így, amikor ezt fölveted, akkor kiröhögnek, azt mondják, hogy rosszul tartod a térképet, mert hogy hát nem, hát ilyenekről nem írunk szöveget. Hát mi az, hogy nem ír szöveget? El tudsz képzelni olyat, hogy mondjuk Amerikában egy Eminem ne szólaljon meg a Trump ellen, vagy nem tudom, hát hányan, vagy a Snoop Dogg, vagy nézzük már meg az Ice Cube az utóbbi időben, hát mit csinálnak? De egyébként a régebbiek is. Tehát nézzetek meg egy átlag KRS-Man szöveget, old school. Nézzétek meg, hogy gyakorlatilag nem arról szól, hogy én vagyok a legnagyobb, annyira Mayer vagyok, te meg semmi nem vagy, én vagyok a legnagyobb, hanem van mögötte tartalom. Hát nézd meg a Sound of the Police, tök jól leírja, hogy a kocsiját, hogyha meglátja a rendőr, automatikusan igazoltatja. stb. Tehát leírja azt, hogy milyen közegből jön és miért. És ezt mondjuk kiváltani azzal, hogy írogatnak mindenféle hülyeséget, hát komolyan mondom, még tehát tényleg az, hogy tehát a színvonalatlanság és a szánalom le továbbja, amikor futballos számokat kezdünk csinálni a NER-ben. Tehát ez a minősíthetetlennek a minősíthetetlensége. És tényleg hát azt gondolom, hogy valahol, tehát előbb jött létre ez a jelentés nélküli vacak, és aztán utána ehhez alkalmazkodik a NER repzene, és gyakorlatilag ez fölturbozza az egésznek a
hatását. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy olyasfajta társadalmi jelenség, amin azért nagyon-nagyon el kéne gondolkodni, srácok. Tényleg, miért nem reflektáltok a körülöttetek lévő világra? Nyomom az ajbékoló, mocskos, lipsi, ökör, dumát, ahelyett, hogy megtanulnám a rovásírást és kújnám.